Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt az anyukákat, külön szeretettel az apukákat, mert ez mindig egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy azt gondolják, hogy akkor, ha szülésről és gyerekről van szó, akkor az egyértelműen az anyukák feladata. Hogy én itt milyen jogom vagyok, néhány szóval, mert nagyon más lesz, amiről beszélni fogok, mint amit eddig hallottak. Én családpedagógusként és életvezetési tanácsadóként tengetem a napjaimat, tehát egy kicsit így belelátok abba, három gyerekes anyukaként már saját gyakorlattal is, hogy mik azok a kérdések, kérdéskörök, problémák, amik így szép lassan előkerülnek. És azért gondoltuk mára ezt az előadást, hogy hogyan készüljünk a szülői szerepre, mert hát erről úgy gyakran elfeledkezünk, azt gondoljuk, hogy ez így magától majd alakul, már tudjuk, hogy milyen színű lesz a babaszoba, milyen lesz a kiságy, milyen csingilingik lesznek ott körülötte, de ebbe úgy nem nagyon gondolunk bele, hogy hát bizony azért itt egy kicsit másról is szó van, ugye jól? Jól látom a mosolyokból. Borzasztó nagy bajban vagyok, mert rövid időben kell összefoglalnom ezt az egyszerű kérdést, hogy hogyan készüljünk a szülőszerepre. Úgyhogy valószínűleg nagyon tömény lesz, amit itt majd önökre fogok zúdítani, de gondolatébresztőként szerintem azért el lehet vinni belőle egy-két gondolatot. És hát, hogy miért is vagyunk itt? Azért, mert hogy jól akarjuk csinálni. Minél több információt szeretnénk összegyűjteni, tökéletesek szeretnénk lenni, de hát a napjainkban egyre nehezebb eligazodni a világban. És egy picit itt ehhez az utolsó mondathoz szeretnék majd kapcsolódni. Egyfajta nézőpontot tudok én adni, mindnyájan nagyon örültünk volna, és örülnénk, hogyha a babánkkal a pólyába jönne egy recept, hogy akkor innentől hogyan kell csinálni, és akkor csak ott kéne pipálgatnunk, hogy oké, ez is megvolt, ez is megvolt, de hát az élet ezt mindig fölülírja. És én most egyféle gondolatmenettel szeretnék így végigviharozni ezen a hogyan legyünk tudatos szülők gondolaton. Azért nagyon nehéz manapság ez a szülőség és nevelés kérdése, mert csapdák útvesztőiben kell nekünk helytállni és eligazodni. És az első ilyen csapda, amit én idehoztam önöknek, ez a megfelelési kényszer. És nem véletlenül van itt a szamár a képen, mert hogy azt a népmesét szoktam ilyenkor elmondani, hogy ugye amikor az öreg apu elindul a fiával a szomszédos városba, hogy eladják a szamarat, akkor az első faluba érve az emberek összecsapják a kezüket, és azt mondják, hogy na itt a két bolond, aki kötőféken vezeti a szamarat a helyet, hogy ráülnének. Erre fogja az öreg apu, ráül ő is, meg a gyerek is a szamára, mert hát, hogy tényleg, tényleg, igaz, igaz. Mennek tovább, elérnek a következő faluba, ahol összesereglik a falu népe, és összecsapják a kezüket, mondják, hogy na hát ez aztán két gyönyörű ember, itt roskadozik alattuk a szamár. Öreg apu vakarja a fejét, hú, igaz, 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 hát akkor gyorsan leszáll a szamárról, vezeti a kötőfékkel tovább, a harmadik faluba ismét összeszalad a falu népe, összecsapják a kezüket, és azt mondják, hogy na ez aztán szép gyerek, hagyja, hogy az apja térdig járja a lábát, ő meg döjfösködik a szamáron. És hát így folytathatnám a sort, nem tudunk mindennek megfelelni. A másik ilyen csapda, ez a rosszul értelmezett szülői szerep, és ide meg azért választottam ezt a rabszolga figurát, mert ezt nagyon át kellene írnunk az agyunkba. A szülők nem rabszolgái a gyerekeknek, nagyon sok önfeláldozást igényel nyilván a szülői lét, de nem egyenlő ez az önfeladással. A harmadik ilyen jó kis csapda, ez az irreális elvárás. Biztos sokszor találkoztak már azzal a gondolattal mostanában, hogy elég-elég jó szülőnek lenni, és ezt nagyon szeretném, ha elvinnék magukkal valóban. Nem kell tökéletesnek lenni, mert hogy nem is lehet.
mert nem is tudjuk, hogy milyen az a tökéletes. Az a nagyon jó hírem van mindenki számára, hogy a babáknak nincsen összehasonlítási alapjuk. Tehát nekik mindig az a család lesz a tökéletes, ahova ők majd megérkeznek, vagy ahova megérkeztek. Itt az irreális elvárások egy kicsit a gyerekre is vonatkoznak, ami nyilván egy újszülöttnél annyira még nem rajzolódik ki élesen, bár itt is szeretnénk, hogyha az a baba, aki 20 grammot szopik, az legalább 120-at szopna, hiszen a szomszéd ágyon fekvő anyuka babája már annyit szopik, és aztán ez innen majd így göngyölődik tovább, hogy mi mindent csináljon. Nem kell magasra tenni a lécet, figyelni kell a babánkat, hogy mit tud, és akkor ennek megfelelően kell majd vele boldogulni. Nagyon szeretem ezt a képet, mert hogy sokszor halljuk ezt, hogy a gyerek ajándék. És ez így is van, csak hogy én azt tapasztalom, hogy sokszor azt gondolják az anyukák, hogy olyan mértékben ajándék, hogy kapnak egy ilyen kis cuki mozgós játékbabát, egy kis plüssfigurát, akit olyan nagyon édesen lehet öltöztetni, meg olyan kis cukika, de az ajándék értéke a gyermeknek nem ebben van. A gyerek úgy ajándék, ahogy itt a megnyitóban is elhangzott, hogy annak a lehetőségét kapjuk, hogy a jövőt alakíthatjuk. És ez borzasztó nagy szónak hangzik most itt így, de azért, ha belegondolunk, akkor ez valóban így van. Tehát a gyerek nem egy plusz játékszerű ajándék, akkor inkább egy társas játékszerű ajándéknak lenne érdemes fölfogni. És most remélem, hogy igen, jót nyomok tovább. Ez pedig amiről nagyon szeretnék egy-két szót szólni, ez az úgynevezett különlegességtudat kialakítása. Ugye nagyon sokszor mondjuk, hogy a szemünk fénye az egy szem, és ő a legszebb, és ő a legtökéletesebb, és ő mindenben a leg, és ez így is van. Csak hogy amikor elmondják neki is, hogy te vagy a nagyon különleges, te vagy a leg, és te vagy az egyetlen, akkor egy idő után csalódott lesz, mert hát lesz még egy olyan, aki a leg, meg még egy, aki leg, és amikor majd már nem az óvodába, meg nem az iskolába kerül, hanem mondjuk például, és ez most innen megint nagyon messzinek tűnik, a munkavállalás porondjára lép, akkor rá fog jönni, hogy ő pontosan ugyanolyan egy a sok közül, mint akikkel mondjuk versenyzik egy-egy állásért. Tehát itt azt szeretném én mindig átadni a szülőknek, hogy ők nem különlegesek, hanem egyediek. Tudják, ezt szokták mondani, hogy ha nagyon sok különleges van, akkor az már nem is olyan különleges, mert akkor mihez képest az. És hát ez is elhangzott itt a nyitó szóban, hogy bizony család is születik. És egy biztos, akárhanyadik gyerek érkezik a sorba, tökéletesen meg fogja változtatni a család életét. Saját tapasztalatból is tudom, hogy a nulla vagy az egy az óriási különbség, hát akkor fenekestül felfordul a világ, de ez normális. Ezzel jó volna szembenéznünk, hogy ez így van rendjén. Nem csinálunk attól semmit rosszul, hogy rettenetesen fáradtnak érezzük magunkat. Nem vagyunk attól rossz szülők, hogyha nagyon-nagyon örülnénk, hogy egy órára legalább elvinnék. És akkor sem vagyunk rossz szülők, hogyha mondjuk nagyon unjuk már hajnali kettőkor, hogy a kis nyöszörgő, nedves csomaggal sétálunk föl alá mondjuk 25. éjszaka. Meg kell viszont szervezni a család életét, akik még a baba várás stádiumában vannak most, beszélgessenek otthon, hogy hogy fog alakulni az élet. Kell minden nap meleg ebédnek lenni? Hogy ki fogja elintézni a, nem tudom, csekkbefizetéseket? Hogy hogyan lesz majd, akkor ki fog bevásárolni? Mert hogy azt gondoljuk, hogy ezek majd így kialakulnak, csak amikor az anyuka fáradtan otthon van a babával egész nap, és azt várná, hogy na majd gyorsan leveszi a munkából hazaérő férje válláról a terhet, akkor lehet, hogy csalódás fogja érni, mert a férjnek nincsen
se kedve, se indítatása levenni a válláróra terhet, hiszen ezt eddig is ő csinálta. Úgyhogy nagyon sok konfliktus forrást meg lehet előzni, hogyha ilyen teljesen hétköznapi apró lépésekről egy kicsit beszélgetünk, hogy hogy lesz, hogyha megérkezik az újszülött. És tessék szíves lenni, töltekezni. Aki megteheti, ahol még első babát várnak, használják ki az utolsó nyugodt pillanatokat. Most már itt a tavasz, sokat levegőn lenni, sokat pihenni, aludni, amikor jól esik, mert aztán ez nem így lesz az elkövetkezőkbe. És akkor néhány szót itt a kismamák és kispapák kérdéséről, és ugye jó pofa, mert maga a felirat is már kicsit olyan idegen, mert hogy így a kispapákról nem szoktunk beszélni. Tehát mi anyukák ezzel így kétségtelen előnnyel indulunk, mert mindenki nekünk körül, mindenki minket ajnároz, mindenki nekünk hozza, nem tudom, savanyú borkát, meg a fagyit, meg az akármit, és hát az apukák azért, legyünk őszinték, egy kicsikét perifériára szorulnak. Úgyhogy most az ő védelmükben vagy érdekükben mondanám, hogy próbáljuk meg azért azt elfogadni, hogy biztos, hogy nagyon izgalmas, amikor a hasunkra teszik a kezüket, és érzik, hogy ott rúgkapál valaki. De soha nem fogják megtudni, hogy az milyen. Tehát próbáljuk meg ezt elfogadni, hogy ha esetleg egy apuka nem olyan nagyon csillogó szemmel válogat a cumik között, hogy most éppen melyik fogszabályzóst vagy milyen színűt vegyük. Igen, nekik sokkal nehezebb. Mi megéljük belülről, mi tudjuk, hogy ez mi. Hát ők nem fogják ezt megtudni, de ezt el kell fogadnunk. Valami viszont biztos, ez a nagy de, hogy már a kispapáknak is, és most így erre fordulok, mert itt látok több kispapát, meg ott. Ugyanúgy tessék szíves lenni a babákkal foglalkozni már a pocakban. 4 hónapos koruktól kezdve hallanak, éreznek már a pocakban. Tessék szíves lenni, elmesélni minden nap, hogy mi volt a munkahelyen, tessék elmesélni, hogy a kedvenc foci csapat éppen hol tart, hogy milyen hülye parkolt be elém a, nem tudom, Lidl elé, stb. Tehát tessék beszélgetni a babával, mert a babák hallják, és megismerik születés után az édesapák hangját is. Nagyon-nagyon el kellene fogadnunk apáknak is, anyukáknak is, hogy az édesapák mást adhatnak a gyerekeknek, mint mi édesanyák. És ez így van rendjén. Tehát ne próbáljuk meg feltétlenül az apukákra ráerőltetni, hogy ők is pelenkázzanak, cumisztassanak, és bármit csináljanak, ha nincs hozzá kedvük, de ha van, akkor viszont engedjük, mert nem baj, ha borostásan puszilgatja a kis habtestet, nem baj, ha a pelenka nincsen 150%-osan jól föltéve, neki is ehhez ugyanolyan joga van. És ide hoztam egy kis videót, amit ha van egy kis szerencsénk, el tudunk indítani, ha nem, akkor nem. És ezt azért szeretem megmutatni ilyenkor, mert annyira magáért beszél, hogy mi az, amit az édesapák tudnak, és mi édesanyák nem. És miért fontos, hogy a gyerekek ezt megtapasztalják. No, hát itt... Igen, szakad az eső, és hát ugye anyukák már rögtön gondoljuk, hogy ez nem normális. Ugye? Tehát ez teljesen hülye, ahelyett, hogy most elrohanna esőkabátért, gumicsizmáért, még egy meleg pulóverért kiviszi a gyereket az esőbe. Kicsit furcsája is a baba, de azt mondja, ha itt vagyok a karba, akkor nem lehet olyan nagy probléma, mert eddig ebben a mukiba meg lehetett bízni, most talán nem lesz olyan nagy gond. Aha, és nyilván az őrült apuka megint kiviszi abba a rettenetbe, amitől mi anyukák azon nyomban megmentenénk. De a baba nem úgy tűnik, mint aki nagyon zokon venni ezt az őrült produkciót. Tehát az édesapák szerepe ez, hogy megmutassák, hogy kinyissák a világot, hogy elvigyék felfedezni, hogy aztán hozzánk visszajöhessenek majd a
fészek melegébe, és annyira szép maga a kép, mert hogy a baba, aki azért kellően kapaszkodott ott az első percekbe, utána elindul. Hát ezt mi anyánk sose fogjuk az apukáknak. Nem, olyan jó, hogy így rázzátok a fejeteket, hogy na hát ezt nem, de a baba túlélte. Egy biztos, elköteleződtünk egy egész életre. És azért ilyen hullámhegy, hullámvölgy az a kép, mert hogy ilyen a nevelés. És mindig lesznek hullámvölgyek. De ettől nem kell megijedni, mert ez így van rendjén. Így haladunk előle, és ugyan nagyon hepehupás az út, de azért azt látják, hogy ott azért az mindig fölfelé megy, mindig előre megy. Tehát nem baj, hogyha egy kicsit lefelé halad, abból lesz újra fölfelé. És nagyon sokan, ahogy itt elnézem, most itt tartotok, vagy itt tartanak. Benne vagyunk a fészekbe, egyek vagyunk, az apuka az valahol azért ott van, de azt az egységet, ami a babával most éppen velünk van, azt nem tudja olyan szorosan átélni. Így is van ez rendjén, de nagyon fontos ez az első kötődés, mert attól lesz egészséges a személyiség, hogyha ez az ősbizalom ki tud alakulni. Ez a legnehezebb része talán a nevelésnek a szányra bocsátás, amikor itt látják, szépen lassan kezd, ez a nagyon egységes, egyek vagyunk és mindent együtt tudunk. Tehát az normális módon annak el kell válnia. Ha nem válik el, nem lesz belőle egészséges személyiségű felnőtt. Ugye mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy milyen az, amikor a párunk visszaszalad a mama ölébe állandóan, és most teljesen mindegy, hogy pasiról vagy nőről van szó. És hát ez a szányra bocsátásnak az időszaka, és ha jól csináltuk a dolgunkat, akkor érett személyiség fog kilepülni. Egy biztos, hogy a szülők vagyunk az elsődleges minták. A kisfiúk vagy olyan apák akarnak lenni, mint az apjuk, vagy nem. A lányok vagy olyan férjet szeretnének majd maguknak, mint az apjuk, vagy nagyon nem. A fiúk esetleg olyan anyát szeret, vagy olyan feleséget szeretnének maguk mellé, mint amilyen az édesanyjuk. Úgyhogy ezt nagyon jó volna így kicsit bevésni, hogy az anyák fiúkat nevelnek, az apák férfiakat, az anyák vagy az apák lányokat nevelnek, az anyák nőket. És itt mindenki kicsit visszagondolhat a saját szüleivel való kapcsolatára, és valahol ez tényleg így van, hogy a kicsi fiam az mindig a kicsi fiam marad, akkor is, ha 40 éves, és az apám az mindig összevonja a szemöldökét, hogyha valami nehézséget tapasztal körülöttem, mert a kicsi lánya, akit meg kell védeni. Egy biztos, bármit teszünk, és ezt nehéz elfogadni, de így van, amit nem teszünk is, mindig nevelünk. Az egész lényünkkel nevelünk, és ezért nagyon fontos, hogy önazonosak legyünk, ami azt jelenti, hogy a nevelés az gyakorlatilag életfogytig tartó önismereti munka. És hát itt van néhány összegző gondolat, amit most itt így az idő rövidsége miatt átugranék, és nem terhelném itt a hallgatóságot vele, de aki úgy gondolja, hogy a gondolatok érdekesek, vagy vannak kérdések, lehetne erről még beszélgetni, akkor az Egészségfejlesztési Intézetben minden hónap első szerdáján 5-től lehet velem találkozni, ahol szülőklub keretében kötetlenül lehet beszélgetni mindenféle nevelési kérdésről. Gyerekkel, gyerek nélkül, ahogy éppen kinek jól esik. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és további nagyon szép napot kívánok mindenkinek, és nagyon-nagyon sok örömöt a pocakban lévőkhöz, meg onnan már kibújtakhoz is.